következő szintén a Bambuszligetből egy sushi tál. A gyönyörű nigiri tál. Igen. Majd leborítjuk ezt a szemben. Kaptunk avokádós, tojás omlettes, szurinis rákos és három darab halasat. Vörös tonhal lazac, és a harmadikban nem vagyok biztos. Az is hal, úgyhogy az is hal, igen. Ez valami jó magyar fajta, itt kipották a Dunában. Igen, jó kány dunai pont. Na nézzük akkor. Na. Nagyon jó a rizs alatta. Nem száraz, ami néhány ilyen helyen, hogy a konon szokott lenni a külföldieken, például volt, mert száraz volt a rizs alatta. Szomorú. Na, ha ez finom. Finom friss hallal dolgoznak. Kóstolunk egyet. Szójaszosz nélkül. Érződik, hogy fri. A szurim is se tetted, ami ez a rátízosítésű halrúd. Jól van elkészítve a rizs. Kellőképpen ecetes. Jó, nagyon. Sokszor ezt mondják el, hogy vagy nagyon ízetlen, vagy túl van ecetezve. De ez így jó, állagra is, meg ízre is jó volt. Tegyél hozzá gyömbért is, mindenképpen kell, főleg, hogyha nyers halas sushit esztik az ember, mert bélfertőtlenítő hatása van. Nem úgy is meg szoktam enni, mert adták hozzá, kifizettem, hogy én megeszem így a gyömbért. Így van, magyar ember mindent megeszik, amit odaadnak neki. De amúgy tök jó, hogy ilyen nagyon nagy adagok vannak rajta, mert van, ahol csak ilyen kis éppen, igen, hogy... Igen, éppen csak megmutatják a halat a rizsnek. Összegzés? Összegében nekem nagyon ízlik. Mindig a rizs hozzá. Jó állagú és jól ízesített a rizs is. Szerintem nagyon finom. Szépen ízlésesen van tálalva, szépen van elkészítve. Nem folyik a baszami el a szójaszosz, ez nagyon fontos. Következő kóstolásunk a Thai Kingből. Látszik el, sem? Ezek a csodálatos halacskák. Amúgy ők tipikusan ezek a japán édességek vannak náluk, van náluk gyümölcsös sushi, meg ilyen jelly art, hogy gyakorlatilag ezekben a kis zselét dolgokban, ilyen egész kis világokat, meg erdőket, meg ilyen kis mindenféle motivumokat bele tudnak építeni, nagyon szépek. Halacskák itt vannak nekünk, ez sós hal, barbecue-val, mi a töltelék? Pulled porkos töltelékkel, alapból ugye édes töltelékkel szokták, a legelterjedtebb és a klasszikus, ez az édes vörösbab töltelékkel töltött, illetve még ilyen macsa zöldtels krémmel is szokták tölteni, az is nagyon finom. A tésztája, ez egy ilyen kofri jellegű tészta. Gófrikeszek, ez van a honlapon, hogy gófrikeszek. Igen, és ez sütik egy ilyen speciális formába. Körülbelül olyan, mint a gófri, hogy ki van nyitva, hogy két fél halacska, és akkor ugye beletölték, és azt csukják össze. A fejével vagy a farkával teszed? Fejével. Vagyis ahová a barbecue ment. Több, mint az Azumangában, amikor az oszok elteti a Chiyo-chant az iskolai ünnepségen, és ő kérdezte, hogy a fejével vagy a farkával szeretnénk. Mármint fejével. A Taiyakinak a fejével vagy a farkával. Jó barbecue szósz. Finom puha a tésztája. De töltelékig meg nem értem el. Az is finom. Finom. Ilyen kis omlós. Tök jó. Mint egy kurkor. Nekem mondani, nem tudom, hogy ez mit tudom. Csak úgy, hogy így nézek rá. Akkor a tépet sertés. Tépet sertés, ami igen, benne van, nagyon puha és omlós. Pincsik. Ezt nem tudom, hogy ugyanazzal a tésztával dolgoznak-e, mint az édesnél. Ha majd megtudjuk. De mindjárt megtudjuk majd a következőnél. Akkor nézzük a klasszikus... A következő halacskán pedig ez édes halacska. Látjátok, hogy ez már édes vízi hal? Tejszínes öntet van hozzá, ez a klasszikus babos, ugye? Igen, a vörös babos. Nézzük.
melyik édesebb a tésztája? Igen. Tehát akkor különböző tésztát használnak a sós változathoz, és az édesebb is. Ennek édesebb, tehát jobban gokkira emlékeztető tésztája van. Én imádom az édesvörös babbal töltött, vagy bármi, ami az édesvörös babbal készült ilyen dolgokat. De van, aki irkózik tőle. Szerintem nagyon finom. Tehát ahhoz képest, hogy bab, tehát én így nem tudom, nem gondolok, hogy ez babból nagyon édes. Igen, igen, nagyon édes. De rengeteg japán édesség készül. Igen, mocsiba is szokták. Így van, így van. Meg jó az a tejfínes szószus. Nagyon finom a szószus, igen. Következő halacskánk is édes, ez a csokis és mangó szószos. Én nyáron ilyet ettem, mert akkor is nagyon finom volt, nem érem. Ezen nem változtatok. Amúgy tök cuki ez a kis bambusz csónak. Igen. Ja, ez volt az, amit Andrástól lenyúltatok? Igen, ezt nyúltuk le nyáron Andrástól. Ez a mangó szósz, ez nagyon jó. Igen, mert sokkal jobban nézik, mert ez csokis, de annyira nem édes, mint például a babos. Jófajta csoki töltelék van benne. Igen. Finom. És a mangószós nagyon jó hozzá. Kicsit ilyen lekvárszerű. Nem. Egyik üzlet a legjobb a három között. Ez. Csopi. Neked? Téres babos. Összességében szerintem nagyon különleges ételeket kóstolhattok végig a japán kultúra a legszebb pontjaiból. És hogyha mindegyiket megkóstoltátok, akkor tényleg jól is lakhattok. Egyébként mindegyik tökéletes ebédnek, és imádom a bubutát. Én is. A szólnivalónak is nagyon jó, tehát ezek a kis finom édes gofriszerű sütik nagyon finomak. Amit még észrevenni, hogy régen volt egy-két büfé. A Bambuszliget már az elejétől résztvevője a konoknak, tehát velük mindig is találkoztatunk, de szerintem ez nagyon jó, hogy egyre több olyan étterem jön ki, akik ilyen ízvilággal vagy japán ételekkel foglalkoznak, és úgy legalább azok is megkóstolhatják, akik például nem budapestiek, és csak a konok miatt jönnek fel Pestre, de szeretnék ők is élvezni a japán gasztronómiát. Meghatod a Rómában vagy akkor? Hát azt, amit a rómaiak. Így van. És köszönjük szépen az összes étteremnek, hogy segítettek, hogy ez a videó létrejöhessen, és adtak nekünk ételt. Nagyon finom étel. Így van. És hát kóstoljátok meg őket ti is, és akkor ti is meglátjátok, hogy mennyire jó dolgot lehet itt tenni. És dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és még lehet, hogy csinálunk más ilyen módon a felfedező videót. Köszi! Egészségünkre! Sziasztok! Itt vagyunk most vasárnap a Konon, és most Anikóval fogunk kóstolni az utolsó éttermünket, ami pedig a Happy Sushi lesz. Ők, nekik nincsen üzletük sajnos, csak itt a Konon szoktak összeállni, mint a rizses hús. És Móni azért nincs most velünk, mert ő csinálta ezeket a csodálatos dolgokat, amiket gyere mutassuk meg nekünk. Mi a szép sushi talk? Szerintem az első sushi, amit én valaha ettem, az innen a Happy Sushi-ból volt. Szerintem az enyém is. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik a jó sushi, mert nekem a standard, ez a Happy Sushi sushi. A legjobb sushi a Happy Sushi. Az uborkással kezdem? Kezdjünk uborkással. De az avokádóssal. Avokádós, jó legyen az avokádó. Az avokádós a kedvencem. Ő is kér. De az már az uborkás. Igen, ma uborkás. Tök jó, mert ők is frissen csinálják, aki a rizs is teljesen. Puha, és belőle az avokádó. Igen. Ittem már olyan makit, itt avokádós maki, és érződött benne a nori, meg a rizs. Köszi. De ebben tényleg érződik az avokádó is, úgyhogy tök jó. Most ezt. Oké. Van benne surimi. Igen, nézzétek. Van benne répa, ubi. Többit nem ismerem fel. Szezám magot is. Nagyon finom, meg éreznél, kiérződik benne rendesen a hal, az ízen. De az van benne. Az van benne. A nagy sushi roll.
Nézzétek meg, milyen szép, és hogy tele van. Van benne lazac, ubi, répa, meg a párrate. Hú, várj, nekünk két is kell. Be tudod kapni egyszerre. Fel, csak nehezen rágom, hogy nyelem le, mert nincs akkor a szal. Szóval nagyon finom benne a lazac, és érezni, hogy ez is frissen van készítve. A retteg is nagyon finom, tudom ide. És ropogós, nem ilyen kis ponnyatka. Egyébként most vettük észre, hát adj meg. Na, most vettük észre, a gyömbérünk egy ilyen kis rózsában van, mert téves wasabi a levele. Igen, és nekik is meg is van. Remélem látjuk, nagyon király. Kaptunk virágot. Igen. És a másik rollunkban mi van? A másik fajta lazac szerintem. Igen, és az avokádó is ott van már benne. Tehát ebben avokádó is van. Mi az a sárga? Az a retek. Na, meg a retek is. A retek az ilyen népszerű dolog. Én nagyon örülök, hogy mindegyikben van, mert nagyon szeretem. Szóval a sushi nagyon finom, és ezt nagyon szeretjük, és nagyon friss, úgyhogy majd ti is próbáljátok ki. De ott mindig kicsi a sor, mert a K épületben vannak a második emeletem. Annyira nincs elrejtve, de épp eléggé, hogy ne legyenek ott annyira. Igen, és még van nigirink. Nigiri. Amit reméljük, hogy ki tudunk. Én nem tudom kibontani, én most... A nigiri. Valahol rá van írva egyébként. Nézd, itt vannak rajta számunk, de én mindig elrontom. Hát az egyessel kezdjük. Szicsi. Az egyes, így végigfunglom. De várják, nagyon szép az egyik fele. Ott van. Ott megvan. Kis szendvics. Kufi van, mondom. Csirka? Csirka. Csirka. Köszönjétek. Majonéz. Majonéz, még én még nem ültettem. Nagyon finom. Hát ha választanodok el, hogy kiegészítettek, vagy csirkés onigirit, szerintem csirkés onigirit egyetek, mert sokkal finomabb. Igen. Összességében nekem nagyon ízlett, mert nagyon friss és nagyon puhar rizs is. Puhar rizs, aminek ropogósnak kell lenni, az ropogós, aminek puhának, az puha. És tényleg nagyon friss, tényleg nagyon finom, próbáljátok ki, és ne felejtsétek, hogy csak ittek onnan, happy sushi. Igen. Nagyon köszönjük nekik, hogy odaadták ezt a kis tálat. Köszönjük, happy sushi. Sziasztok!